A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei dohánytermés az ország egészének több, mint 80%-át teszi ki. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége éves adatai szerint a 2017-es magyarországi dohány átlagtermés hektáronként valamivel több, mint 2 tonna volt, míg az előző évben alig 1,8 tonna. A termőterület is nőtt, 2017-ben már 3380 hektáron termeltek dohányt. Mintegy 20 hektárral nagyobb volt a termőterület 2017-ben, mint volt 2016-ban. Ebből az folytatólagosan következik, hogy az időjárás is valamelyest kegyesebb volt a 2016-os évhez képest. Nevezetesen nem volt akkora jégverés, mint sajnos volt 2016-ban. Így az össztermés mintegy 500 tonnával haladta meg a 2016 évit. Több mint 6800 tonna került értékesítésre. A termőterülettel és a termésmennyiséggel együtt a felvásárlási árak is jelentős mértékben emelkedtek. A Virginiánál 537 helyett 571 forintot fizettek a felvásárlók, a Burley esetében pedig 455 forintról 473 forintra emelkedett a dohány kilogrammonkénti ára. 2017-ben 880 szerződés került megkötésre, ennek darabszámát tekintve jelentősebb a Burley termelőknek a száma, pontosan azért, mert a Burley szerződések és a Burley termelők a kisebb térmértékű területeken folytatják a tevékenységüket. Az átlagos térmérték alig haladja meg az 1 hektárt, amíg a Virginia dohánytermelők esetében az átlagos termőterület az közel 10 hektár van termelőnként. A termelők a megkötött szerződések közül 680 esetben az OLT-vel voltak szerződésben. Az OLT által 2017-ben felvásárolt dohány nagy részét Olaszországban dolgozzák fel, majd onnan értékesítik. A fermentálók befogadták ezeket a minőségi dohányokat, ezáltal a magyar dohány európai viszonylatban is élen jár.